A 10 millió fa elnevezésű civil kezdeményezés egyre nagyobb visszhangot kap az országban. Ehhez az akcióhoz csatlakozott Szerencs városa is. A Szeretlek Szerencs Alapítvány már októberben szervezett egy olyan közösségi programot, ahol a vállalkozó kedvű helyi családok fát ültettek a Szabadság utcában. Ez az októberi alkalom nagyon jól sikerült, így a szervezők terveztek még egy őszi időpontot, amely kedvez a fásszárú növények megtapadásához. A Szerencspataknál előkerültek az ásók, a kapák és kialakították a fásszárú növények végleges helyét. Sok fát kell elültetni ahhoz, hogy megállítsuk a folyamatos felmelegedést, ami klímakatasztrófához vezethet. A fák helyeit ez alkalommal is előre elkészítették. A hideg, esős idő ellenére is sokan kilátogattak az eseményre, és az előrelátók a célszerszámuk mellé gumicsizmát is vittek magukkal. A kicsik is aktívan részt vettek a munkálatokban. Az alapítvány tagjai finomságokkal és forró teával várták a jelenlévőket az alkalomra felállított pavilonjuknál. A faültetésen részt vett Szabó István képviselő, aki elmondta, hogy első alkalommal a Szabadság utcában 34 darab konténeres fát ültettek el, a második alkalommal pedig 100 darab faültetése volt a cél. Ez így igaz, ez a második kezdeményezésünk. Időben egy kicsit visszamegyek, az első az a kampányunk egy része volt. Hát sajnos visszahallottuk emberektől, hogy van, aki ezt úgy titulálta, hogy ez csak egy ígérgetés, egy nagyon jó kampány tevékenység, de mi azt gondoltuk, hogy ezt folytatni kell. Nem csak azért, mert van, akik ezt mondták, hanem azért, mert gondolom mindenki olvassa, látja a médiákban, hogy a klímakatasztrófa az itt van a nyakunkon. Nagyon sok támogató van, és ezt utólag is köszönöm mindenkinek, ha magánember, ha cég, ha egyesület, alapítvány. És igen, ezt is szeretnénk folytatni, sőt, tudom mondani, hogy karöltve egyéb civil szervezetekkel, így Szerencs, legyen az Fecskés, legyen az Ond, folytatni fogjuk. És minden támogatást ez ügyben szeretettel fogadunk, és megpróbáljuk megállítani a klímakatasztrófát. Ez a terület is óriási. Itt most a mai nap 95 darab fát ültetünk. Hát most ránézésre azt mondom, hogy ez a feltöltött területen biztos, hogy ennek a 10-15-szöröse is elfér még. Nyilván ez óriási munka, úgyhogy ehhez idő kell. Azt is figyelembe kell venni, hogy ültetni fát csak tavasszal és ősszel érdemes, hiszen ezeknek utómunkálatai is vannak, ami költség, de nem mindegy, hogy ezt ősszel, tavasszal, illetve nyár közepén is ültethetnénk még nagyobb költséggel. Egyébként visszatérve a klímakatasztrófára, ennek a veszélyeire, én azt gondolom, és ezzel egyetértek, hogy talán a legkisebb költséggel tudunk tenni közösen ennek a veszélynek az elhárítása érdekében. És ezért buzdítok mindenkit személy szerint, hogy ezt a jövőben is csináljuk. A rendezvény támogatója Szeretlek Szerencs volt, akik a civilekkel összefogva tovább folytatják a városban a fák ültetését. Ezen a területen is a csemeték utógondozását a Sziget Alapítvány végzi majd.